Bár a birkozók már az egy héttel ezelőtti országos bajnokságon birtokba vehették a Csepeli Kozma István Magyar Birkozó Akadémiát, a hivatalos megnyitóra csak szeptember utolsó hétfőjén került sor. Az esemény keretében felavatták a helyi olimpiai arcképcsarnokot is, a képeket aláírásukkal látták el a sportág olimpiai bajnokai, akikben az emlékek is előtörtek. Növényi Norbert kereken 40 évvel ezelőtt nyerte meg az olimpiai bajnoki címét. Ez jó érzés így kimondani, amikor aláírod az arcképedet, vagy pedig kicsit fura nosztalgia. Igen, egy kicsit vegyes, mert elég fiatal voltam a képen, most már nem vagyok a műcsésen, de jó érzés, inkább nem is az a jó érzés, hogy a képemet aláírom, hanem az, hogy találkozok azokkal a srácokkal, akik hosszú éveken keresztül, ezért már a legtöbb idősebb vagyok, de hosszú éveken keresztül velük edzettem, és ez egy a jó dolog. Az élet mindig másfele, sok embert másfele visz, és ritkában találkozunk, mint régen, hiszen minden nap együtt edzettünk, együtt küzdöttünk. És ez egy kis nosztalgiás, de a jó örömmel látom, mindenki jól van, egészséges, és jó dolog. Megható, és nagy megtiszteltetés, hogy ilyen szinten megemlékeznek rólunk itt is, úgyhogy boldog vagyok, hogy itt lehetek ezek között a nagy bajnokok között én is. Farkas Petit már évek óta nem láttam. Most, hogy leírom az a saját neved a fényképet, de nem egy nagy dolog, az a nagy dolog, hogy itt vagyunk. Tehát, hogy egy ilyen fantasztikus létesítményben vagyunk, ez csodálatos dolog, én úgy gondolom. Hát ez meg habatortán, tehát örülök neki, hogy így megemlékeznek rólunk. Hogy emlékszel vissza ennyi időtávlatából arra a bizonyos moszkvai olimpiára? Hát én a tegnap is emlékszem, ugye, de egyébként nem, hát egy nagyszerű dolog volt. Én nagyon sokat dolgoztam, én úgy abba keltem, feküdtem a 6-es korom óta, hogy olimpiai bajnok akarok lenni. Ezt egy életembe is beleírtam, késműködése voltam, meg a vécén, amikor lejött, mindig azt láttam, hogy olimpiai bajnok akarok lenni. És ez végül is egy mindennapi álomát valóra, és egy óriási nagy dolog volt. Hogyan emlékszik vissza ezeket, 88 évben? Hát pozitív emlékeim vannak, hiszen ott nyertem az olimpiát. Nagyon nehéz volt a felkészülés, nehezen jutottam ki itthon is, nagyon sok riválisommal meg kellett küzdenem, de hát nagyon jól sikerült a verseny, és nagyon boldog vagyok, hogy sikerült olimpiát nyerni. Lassan 30 éve nyerted az olimpiai bajnoki címet, így kimondva, milyen? Hát, hogy a farkas milyen öreg, tehát ennyi, nekem csak ez jut eszembe. Bármerre is megyünk a minden igényt kielégítő létesítményben, Falai a magyar birkozás legnagyobbjainak sikereit őrzi. Repka Attila a saját példáján keresztül tudja, milyen fontos, hogy a megfelelő körülmények között készülhessenek a versenyzők a megmérettetésekre. Nagyon szerencsés vagyok, mert Diósgyőrbe pont akkor adták át a akkori kornak egyik legjobban felszerelt termét. Ami azóta is megvan. Már nincs. Nyilván nem ilyen szép volt, nem ilyen modern, de az akkori kornak megfelelően kifejezetten magas színvonalú volt, úgyhogy én nekem szerencsém volt ebből, hogy olyan helyen kezdtettem birkózni, ahol minden körülmény adott volt ahhoz, hogy esetleges eredményeket érjünk el. A dicső múltnak méltóképpen állít emléket, de vajon a Kozma István Magyar Birkozó Akadémia magában hordozza a magyar birkozás jövőbeli sikereit is? Az, hogy van egy terem, ez egy jó dolog, de ez megfelelő a sportág fejlődését követni tudó szakemberek kellenek. Kell edző sportolóanyag, úgyis jó edzőpartnerok, mert azok nélkül egyébként meg a közös sportban akkor jó egy jó sok közös sportoló, hogyha minél több edzőpartnere van. Ezt is biztosítani. Ez mondom, hogy nagyon nehéz. Most, tehát én látni egy súlyemelés, mi történt, egy ökölvívás, mi helyzetben van, sajnos a birkozás is hasonló helyzet van, de nagyon sok tehetséges fiatal van, és bízom benne, hogy a mostani vezetés az megpróbálja eddig is, de mindent elkövet ahhoz, hogy a régi és a múlt, vagy a jelen eredményét tudják továbbvinni majd a fiatalok, és legyen megfelelő utánpótlás. A Nemzeti Birkozó Akadémián az olimpiai bajnokoknak nem csak arcképcsarnok jutott, de saját névre szóló széket is kaptak a karzaton. A sportág legutóbb 2004-ben Athénban ünnepelhetett olimpiai aranyat Majoros István révén, a mellette lévő széket a jövő bajnokának tartják fent.